Sziasztok, ez itt Réka. És Balázs, Ecuadorból Latinamerikából. Ez az a város, amit háromszor elpusztított a Cotopaxi vulkán, és most megmutatjuk nektek, hogy zajlik itt az élet. Köznapi életüket, mint bárhol máshol. Az egyetlen különbség, hogy amikor kitör a vulkán, akkor egy perc alatt össze kell szedniük a víztartalékot, és egyszer hátizsákkal neki indulni az útnak. Porque aquí dice dónde está la escuela y en qué edad tiene, cómo se llama, si explota el volcán, le llaman a este número y le llaman a la mamá a ver qué pasa. Voltunk a Cotopaxinak, majdnem a tetején, hát durva volt. Olyan volt tényleg, mint egy másik világ. Voltam már előtte is nagy hegyeken, de tényleg így a Cotopaxinak a tetején éreztem azt, hogy na itt tényleg halál van. Úgy dobogott a szívem. Azt mondják, ez a hegyi betegség. Ugye, amint kimész felfel egyre magasabbra a hegyre, akkor egyre jobban jönnek ezek a tünetek. Szívdobogás, fejfájás, szédülés. És így lihegtem, hogy... Ha tetszett a videón, kövess minket a cafeandbanana.com-on, hogy többet megtudj Dél-Amerikáról. Sziasztok!